Szerintetek mennyire becsületes egy olyan politikus, aki először ezt mondta? Van külföldi pénz az ellenzék kampányában? Hát eleve van-e pénz az ellenzék kampányában, tehát nincs, nem is lehet, és nem is lenne helyes. Aztán kiderült, hogy hazudott. Mennyire megbízható az a politikus, aki előbb ezt állította? Nekem ez semmi közöm. Nem került ebbe a pénz? Nem. Aztán kiderült, hogy mégis. Majd egy ilyen gyenge magyarázat talált elő. Az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat. Mikroadományok. Persze, ezt már ismerjük. 10 000 számla mikroadományokon keresztül támogattak bennünket. De van itt néhány nyomasztó kérdés, Karácsony úr. 1. Hogy gyűjtötték azokat a mikroadományokat, ha a mozgalmának még irodája sem volt? 2. Nagyon érdekelne, hogy nézett ki egy ilyen adománygyűjtő láda. Miért nem láttunk még soha egy ilyet sem? 3. Miért nem volt a 99 mozgalom honlapján egy szó sem az adománygyűjtésről? Se a rendezvényeken, se a kampányvideójukban. Főpolgármester úr, ne hazudozzon tovább.